Mossák és válogatják a zöld borsót, mielőtt az konzervdobozba kerül. Több futószalagon is keresztül vezet az útja a nyírszőlősi gyárban, mire eléri végső felcímkézett állapotát. A mintegy 300 embernek munkát biztosító üzem működtetését 2012-ben vette át az egyik legismertebb francia tulajdonú zöldség és gyümölcsfeldolgozó. A gyártás mellett a cég céljai közé tartozik a bolygó fenntarthatóságának és az emberek egészséges táplálkozásának a segítése is. Felismerték ugyanis, hogy napjainkra az élelmiszerpazarlás vált az egyik legégetőbb problémává. Elképzelni is nehéz, hogy a világon előállított élelmiszer nagyjából 15%-a megy fogyasztás nélkül a szemétbe. Magyarországon éves szinten megközelíti a 2 millió tonnát a kidobott élelmiszer mennyisége. Az ez elleni küzdelem jegyében a vállalat már 2010 óta támogatja az élelmiszerbankot, amely mentett élelmiszerrel segíti a rászorulókat. A Bonduelle évente 10 kamionnyi, mintegy 170 tonnányi termékkel járul hozzá a munkájukhoz, 5-700 000 konzervet ajánlva fel. Bár a Bonduelle-nek központi raktára van, és mi ebből a központi raktárból Nagykörösről szoktuk szállítani el a termékeket, de természetesen ezek között van mind a 3 üzemből, így a nyírszőlősi üzemből származó félkész termék is. Ezek félkész csemeke, kukorica és zöldborsok, főleg egyébként ez a nyírszőlősi gyárunknak a profilja is. Azért mondom, hogy félkész, mert hogy ezek nincsenek még címkézve. Úgyhogy ezek a termékek címke nélkül, csomagolás nélkül fémdobozban kerülnek az élelmiszerbankhoz. És ezeknek egy bizonyos része természetesen nyírszőlősről is származik. Az élelmiszerbank elsősorban kereskedelmi láncoktól, az ország mintegy 400 áruházából és élelmiszergyártóktól veszhet forgalomba már nem hozható, de még fogyasztható élelmiszereket. Ezekkel az egyesületnek még van dolga, mielőtt átadnák 450 karitatív partnerüknek, amelyek aztán eldöntik, kihez jussanak el az adományok. Minden egyes termék csomagolás nélkül, csomagolási papír nélkül érkezik meg hozzánk, azonban mi csak akkor tudjuk eljutatni ezeket a nélkülözőknek, hogyha ellátjuk az összetevőkkel, az allergéneknek az információival, illetve azzal, hogy mi a minőség megőrzési idejük ezeknek a termékeknek. Ezeket önkéntesek szokták felcímkézni. Jellemzően akár milliós nagyságrendben is vannak bent konzervek a központi raktárunkban, és folyamatosan gyakorlatilag ez a kiosztási folyamat zajlik. Az egyesület évente mintegy 250 000 embernek segít az élelmiszercsomagokkal, 150 000 rászorulónak havonta többször is. Sokak tenyérjába enélkül nem is jutnának ilyen termékek, a hosszú lejáratú konzerveket ráadásul be is tudják maguknak osztani.